1969 évi bennünk öttus a világbajnok, Harcol András. Nem, a hektikói olimpia aranyérmese gratulál, egy barátiakból érkezett Fanyi Senkó, s egy sporttörténeti pillanat, a négyszeres világbajnok Bobikon gratulál az ötszörös világbajnoknak. És a dobogó legmagasabb fokát minden idők legnagyobb is átfogja a Harcol András. Beszéljek. Folytassuk talán ott, ahol legutóbb a bújtasarangba mentünk. Ha jól emlékszem, addig idézted. Szegény Adit forgata a sírjában azzal, hogy a költészetet összekerhazatosával. Miért? Ha benned megfér egymás mellett, a celluloidon is megfér. Beszélj arról, miért vagyunk éppen itt? A 60-as években volt egy világbajnokságnak a befejező száma a futás. Hogy arra volt a raj, kicsit odább a cél, és itt a domlókon kanyargott egy 4000 méteres pálya. És általában itt szokott lenni az ötösa versenyek befejező száma? Néha itt van. Most is itt lesz jövő héten szerdán a ötösa magyar bajnokságnak a futása, és azért is vagyok itt, mert ott van egy ösvény, és a bokrok belőlék már egy kicsit. És az a tárnyas orlóval kis megnyilválom, hogy jelesen futni nyugodtan. Szóval visszatérve, itt volt a világbajnokság a 60-as években, és amikor futottam be a célba, észrevettem, hogy a pálya két oldalán sokan futnak velem egy. Igen, ez híres nevezetes eset volt. Hát nekem különösen nevezetes, mert én szeretem, sokan futnak férfiak, nők, öregek, fiatalok, és ez nagyon fontos volt számomra. Valami világosá vált. Akkor megértettem, hogy én nem magamért futok, nem a magam jussáért. Saját szememmel láttam, hogy mennyi embernek okozok örömet azzal, hogyha nyert, és nyilván a keserűséget, ha vesztek. És ez a körülmény egy különös jelleget adott az egész versenyzésemnek. Ez a tudat felszívódott bennem, mint tinta az ütatos, hogy már ki se láthattam belőle. Belém ette magát az a gondolat, hogy én másokért futok. Motoszkált ez már bennem régen is, de akkor világossá lett. Kamaszkoromban, amikor nyilatott a csipám, olvastam, talán éppen Adinál, hogy mi magyarok vernek születtünk, nem verőnek. És később aztán, mint versenyző, azt is próbáltam bizonyítani, hogy mégiscsak érdemes küzdeni. Sőt, olykor még győzni is lehet. Na persze a sport az csak amilyen játék, és a történelem menetét nem befolyásolja. De ez a körülmény akkor engem még nem nagyon zavart. A bizonyítás jobban érdekelt, mint a kétségbeesés. És ez a tudat keményebb bennem volt, mint görcsapába. És ha valaha volt valami tehetsége a sportoláshoz, akkor az nem lehetett más, mint ez a tudat. Ez segített át aztán a holdpontokon az úgynevezett határterhelések idején. És rót ez rám felelősséget, de ugyanakkor bátorságot is adott. Én ezt így tapasztaltam, és őszintén szóval nem érdekel, hogy dörzsöltett társaságokban engem ezért megmosolyognak. Ugyanis a jobb körökben az a divat, hogy az ilyen jellegű tudatot téves tudatnak nevezik. Pedig szerintem a kimagasló teljesítmény közösség nélkül nem létezik. Az eredményhez, de a küzdelem vállalásához is az kell, hogy sokan akarják azt az eredményt.
és azok, akikre a feladat maga hárul, azok érezzék is ezt. Enélkül már az első akadálynál feladná az ember. Én szerencsés versenyző voltam, mert ez a tágabb közösségi szükséglet egyre erősebben élt bennem. És ha győztem, egyre nehezebben tudtam eldönteni, hogy most ki győzött. Mármint, hogy az a közösség, amelyik lélekben együtt tudott velem, vagy én. Szóval, hogy ők győztek én általam, vagy én győztem ő általuk. Mert szerintem enélkül az összefonódás, összetartozás, egymásra utaltság nélkül nincs az a bizonyos kegyelmi állapot, amelyben az emberből kimegy a félelem, a nyerésvágy, pontosabban a nyerésvágynak a görcse, és a helyére jön egy derű, egy nyitottság, mi az ember a magához ölelve mindenkit, és megy minden, mint a karikacsapás. És ebben az állapotban aztán nem lehet haladni az úgynevezett ellenfelekre. Biztos figyeltél már a súlyemelőket. Némelyik haragszik a súlyzóra. Fújtad rá, mint egyik feladat a másikra. És ebben az állapotban, amit említettem, ebben bizonyos kegyelmi állapotban, ilyen nincsen. Ha valamiféle harag van az emberben, akkor az csak a saját gyengesége, saját gyávasága ellen irányul. Az ember tiszteli az ellenfeleket, sőt szereti. Különösen azokat, akikről tudja, hogy nem magukért futó emberek. Érdekes az a vélemény, ami kialakult bennem az utolsó években az indiánokról. Úgy gondolkoztam, hogy ha én választhatnám meg, hogy ki győzön, ha már én nem nyerhetek, akkor, és az indiánoknak lenne egy ötusázójuk, akkor őt választanám. Tudni, hogy a szerencsétleneket annyit ütötték, vágták, pusztították, és mai napunk is olyan szörnyű a sorsuk, hogy az ellenük aratott győzelem nem lett volna olyan jó érzés. Más nemzet versenyzőivel szemben ilyen gátlást nem éreztem. De nyilván ennek sem személyes okai vannak, mint inkább a történelem azok a pontosabban, az ok nem más, mint a mi történelmünk. Most aztán égnek áll a fejlődni, hogy a költészet után a történelmet is belekerek a költösába. Sok nehéz órát éltünk át a finálig. Én Münchenben megismétlődött az ötkucsa történelem. Az 1969-es elejtetetlen budapesti Balcsó Anisztenko vállalt. Balcsóban 28 másodperccel kell jobbat tudnia. A feladat rendkívül, de számára semmi sem lehetetlen. Balcsó még belehetődik. Gyerünk Afrikán! A túlcsó egyenesben nyújtott lépekkel gyönyörűen eszmény szép utol stílusban jött. A kanyarban is szép tart az erőből, szép 80 méter kell, nem több antrát, gyere! Remekül fut! Biztos vagyok benne, hogy nagy idő lesz. Ha még 10 méter Afrikán, gyerünk! 1-2, most van benne, annak örülünk, hogy a mi fiúk, az ötszörös világbajnok, megnyerte az olimpiai bajnokságot. Olimpiai bajnok, Balcsó András! Ott dobálják fel a levegőben, csak lehelyítétek! Balcsó András 5412 ponttal az olimpiai bajnok lett.
Szeretettel üdvözlök benteket, köszönöm a megszólás lehetőségét. Ez a film 76-ban készült, tehát ki se tudom már szállítani, 40 éves. Igen. És hát köszönöm, szóval én nem láttam olyan sokszor. Néhány alkalommal megnéztem, de aztán, hogy meghívtak valahova úgy, hogy előtte levetítették a filmet, akkor csak a film végére érkeztem, vagy addig valahol olvastam a közelben. És hát az életemnek egy fordulópontja volt az, hogy ez a film elkészült, mert valahogy egész más, hogy mondjam, feladatom támadt, mint azt gondoltam volna. És hát, ahogy hallottuk Ernőnek a vezetőjéből, hogy sok helyre hívtak meg, és sok helyre mentem el valóban, műtöltési házba, könyvtárakba, TSZ-ekbe, gimnáziumba, kollégiumba, nagyon sok helyen volt módom beszélni az embereknek, és mindig az volt bennem, hogy az igyekezett, hogy az embereknek elmondjam, hol találtam meg azt az állapotot, amely után mindig is vágyódunk, amelyről nem tudjuk, hogy milyen. Csak akkor tudjuk meg, amikor belekerülünk. Nem elképzelhető állapot. Mert ha az lenne, akkor egy egyszerű dolog lenne. Nem. Azt az állapotot, amely után vágyódunk, azt nem lehet elképzelni. És rájöttem, hogy mi az akadálya annak, hogy ezt megkapjuk. Az első szám akadály a büszkeség. És mi az, ami feltétlen szükséges ahhoz, hogy ezt az állapotot átéljük, hogy informálódjunk a legfontosabbról, az pedig az a feltétele az alázat. Nagyon fontos, hogy az alázatot nehogy összetévesszük magunk bocskolásával, szó sincs róla. Alázatos ember az, aki tudja, hogy Pál apostol mondja, hogy mit van, amit nem kaptál. Ha kaptad, miért dicsekszel vele? Tehát ezt tudni kell, hogy nincs az embernek oka, joga arra, hogy megbüszküljön. Tehát a megbüszkülés akadály, a büszkeség szigetelő anyag Isten és ember közé. Elválaszt. És amikor a büszkeség elmegy az emberből, csalódván magába, belátja azt, amit eddig nem akar belátni, hogy kevesebb, mint gondolta, ügyetlenebb, mint gondolta, csalódik magában, és amikor a csalódás megérkezik az emberbe, akkor szükséges a belátást elkövetni a bocsánat, és a vágyott célról való lemondást komolyan venni. Van a Zsoltárokban egy ilyen mondat, akiben nincsen belátás, ha gazdag is, olyan, mint az állat, amelyre pusztulás vár. Nem egy puha, igen, ez a 49. Zsoltárban, és azt el szoktam mondani, hogy én hogy kerültem ebbe a helyzetbe. De egy kicsit messzebb indulok 1938-ból, amikor születtem. Édesapám evangélikus lelkész volt Kondoroson. Egy 10 gyerekes családnak a legkisebb gyermeke volt, és csak ő tudta a család tanítatni, és ő teológiát végzett Sopronban, és hát lelkésre. Kondoroson volt ott egy báró, és nagy gazdák összefogtak ellenem, az én szegény sorba felnőtt édesapám, Kondoroson is a szegényeket akarta segíteni. És ezeknek a zsíros, jómódú földműveseknek nem tetszett ez. Másképp gondolkoztak, és gyakorlatilag kiutálták ott Kondoroson, és áthelyezték Nyíregyházára, mivel Tóth anyanyelvű volt, szlovák gyerekkorában csak
tótó beszéltek, hogy szarvason, ahogy született, és Nyíregyházra tudta tartani reggel 8-kor a tótisten tiszteletet. Nyíregyháza környékén tirpákok laknak, akik a tót anyanyelvű emberek. És hát én másfél éves voltam, oda kerültünk, és emléket nincs is Nyíregyházáról, csak később lett aztán emlékem. Gondorosról nincsen emlékem. Nyíregyházán most már kezdett lenni, mert 18 éves koromig Nyíregyházán éltem. És vasárnap el kellett menni a templomba. Ez természetes volt, apuka szigorú ember volt, az, hogy ne menjünk el, az fel se vetődött. De egy idő után, hogy kamaszodtam, inkább a karzsatól szerettem menni. Mert ott jobban lehetett figyelgetni a hieroglifákat, a szép festett templomban. De én 18 éves koromig, amikor öntusázás szándékában Budapestre utaztam, azelőtt én mindössze egy árva mondatot tudtam megjegyezni a prédikációkor. Négy úgynevezett parokos lelkész volt Nyíregyházán, különböző karakter volt mind a négy. Egy mondatra emlékszem, apukám azt prédikálta, két ember beszélget, és az egyik szemrehányást tesz a másik, hogy miért nem mondtad, hogy szeretsz? Ez maradt meg összesen emléknek. Otthon sokat hallottam Istenről, hitről, Bibliáról, és amikor aztán 56-ban Budapestre kerültem, egy idő után elmúlt egy 5 hónap, 6 hónap, nem tudom már pontosan mennyi, egészen biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik. Úgy gondoltam, hogy azt az Isten dolgot idős férfiak találhatták ki. Mert akik állnak a lábukon, mint például én is, elképzelésem volt az elővendőről, tudni, bennem az volt, hogy én szeretnék öttusában világbajnokságot nyerni. Tehát ez is egy furcsa dolog, hogy Nyíregyházán Savagy Jóska arról álmozik, hogy ő öntös a világgondosságot nyerjen. Ilyenek, nincs szüksége, hogy ilyen kapaszkodó, hogy Jézus, meg Biblia, meg mit tudom én. Így vélekedtek a sporttársaim, így vélekedtek az edzőim, akire egy ideig felnéztem, és nekem ebből a tagadásból az égvilágon semmi bajom nem származott. Nagyon hamar bekerültem a világbajnokság utadó csapatba, és minden stimmelt. És 1962-ben, július 1-én a Dunaparton sétáltam, a Margit szigettel átelembe az Óbudai oldalon, gyönyörű szép idő volt, július 1-e, nyár van, csépelnek a verebek, virágzanak a fák, és vártam valakit, a rakparton, de nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős kajakkenő edző. Észlelt a parton, megismert, és a motorcsónakjával az árva szembe fordult, tehát a földhöz képest helyben volt, én fent voltam, és felszólt a partra, hogy Bandi, telefonáltak az Újpest öbölbe, meghalt az édesapád, és akkor én, mint akit megütnek az ökölhívásnál, és számolják rá a tized, vagy valami döbbenet, vagy valami sokkos állapot, nem tudom, senkinek nem kívánom. Édesapám 55 éves sem volt még, teljesen egészségesnek tudtuk, és egyik pillanatra a másikra meghalt. Egyébként szív, koszú, ér elveszesedésben. De ez a nagyon rossz állapot tartott. Hány másodpercig? 3 másodpercig? Vagy 4 másodpercig? Azt nem tudom. Ebben az állapotban valószínűleg az embernek időérzéke is elmúlik. Van. Egy már van. Jóból is megállt a sok. Tehát elmúlt vagy 3-4 másodperc, és utána egy érthetetlen béke, nyugalom, és valahonnan valahová, nem tudom, hogy én, de nem az a értelemben, valahol a lényemben elhangzott ez a mondat. Az Isten van.
ott, semmi több. És akkor, hát de olyan erővel, nem tudom, hogy a lényemnek hol volt vevőkészüléke erre a mondatra. És akkor jöttem rá, hogy én 6 éve itt élek Pesten, 56-62-ig, és ebben a tévedésben, félértékben egyáltalán léteznem, hogy lehetett. És akkor gyorsan a Bibliát tudnék, amikor 56-ban Nyíregyházáról elindultam, nem ültem semmi más magammal, csak ilyen kopott, ilyen, hogy is mondja, fiberglass bőrön, de talán ilyen bőrutázat, de az is le voltam már kopva. Volt benne valami fehér nemű, egy jó nagy darab szalonna, és az édesapám feletett egy Bibliát is. Tehát volt Bibliám, de nem olvastam. Ebben a pillanatban, 62-ben elkezdtem olvasni a Bibliát, és elejétől végig egyszerűen elolvastam az egészet. Persze a hosszú idő alatt. Ha idő megette, elmentem templomba. De éltem az átlag sport, élsportlónak az életét. Egy átlag élsportlóra nagyon sok kísértés szakadt, sok szempontból. Egy részének ellenálltam, részének nem álltam ellen. Megnősültem. 4,5 múlva elváltunk. Gyermekünk nem volt, a válásnak nem ez volt az oka. És átlag élsportló. És hogy történt ez? Elmondom, hogy vannak emberek, akik korai gyerekkorukban megtudják, hogy mi a hivatás, hogy mit kell csinálni nekik. Márai Sándornak van egy írása, leírja, ő Kassán született, ott nőtt fel, leírja azt, hogy bement a helyi napilap, gondolom, hogy Kassai napról lehetett a címe, szerkesztőségében, és találkozott a főszerkesztővel, aki azt mondta, hogy Márai úr, holnapra szükség lenne egy cikkre a Kassai naplóban. Leírja, hogy bementem a másik szobába, ráadtam a ceruzán végét, és megírtam dolgozatomat Kassa közigazgatásáról. És amely írás másnap vezércikgyanánt meg is jelent. Akkor 14 esztendős voltam. Máshol azt írja, továbbiak során azt írja, hogy másképp léteznem, mint a kifejezés emberének, soha nem vetődött fel bennem. Tehát ő 14 éves korára kész író volt, és a főszerkesztő, amikor így szólított, hogy Mária úr, akkor nem úgyból vagy vízből mondta, mert tudta, hogy ez az ember 14 éves korában alkalmas arra, hogy egy napilapnak a vezércikét megírja. Az édesetem pedig az volt, hogy valamicskét uszogattam Nyíregyházán ilyen vályegvető gödrökben, a 19. században vályegvető gödrök voltak, vályegtéglából építették a házakat. Azokban meggyújt a víz a 20. század közepére, és nagyon kellemes úszási lehetőség volt, de hát mégiscsak a nádasok között úszkáltuk, nem igazi. De nem vettek fel engem 52-ben gimnáziumban, mivel édesapám lelkész volt. Úgynevezett X-es származása voltam, és egy évvel keresztül Debrecenbe jártam a Debrecen kollégiumban, ahol hetente egy úszóedzés volt lehetőségem. Második gimnáziumban már átvettem Nyíregyházára, és ott kiderült egy testülési órán, hogy a futóversenyen benne vagyok az első háromban. És akkor a testvér tanár mondta, hogy menjek ebbe és ebbe a klubba, az NVSC Nyíregyházi Vasutas klubba, és atlétizálják. Adott edzéstervezés, és az hűségiset csináltam, és egy idő után Szabolcs megyében viszonylag eredményes ilyen gyerek, 16-17 éves futó voltam. És volt egy barátom, van egy barátom, hála Istennek, Walter, a nyíregyházi metodista lelkésznek a fia, aki lómániás volt, mai napig is az, és mit tudom én, milyen nemzetközi arab szövetségnek elnöke volt, stb. Ő csak lovakkal foglalkozott, 3 éves kora óta csak lovakat rajzolt, Lómánia.
és ő ment lovakat nézni, a tirpákok között voltak betonisták is, és ott megtapogatta a lovat, megnézte hány foga van, és ha volt adódott, akkor felkapaszkodtunk, és ott a tarlókon lovagoltunk a lovakon, még ha leestünk, akkor visszamásztunk. Tehát három sportágban már valamennyire érintett voltam, és 1953-ban vagy újságban olvastam, vagy rádióban hallottam, vagy édesapám mondta, hogy Chilében egy Benedek Gábor nevű magyar öttusázó világbajnok gyertusába gyert öttusába. És akkor ezt a hírt meghallottam, és akkor azt mondtam magamban, magyar öttusázó és világbajnok. Hát ő nyerhet világbajnokságot, akkor én miért ne? És attól kezdve másképp léteznem, mint öttusázónak, soha nem vetődött fel bennem. Tehát én úgy ellenszem ezt a helyzetet, hogy az Isten engem odaállít öttusára, és amikor befejeztem a versenyzést, azt fogalmazott meg, mintha azt mondta volna az Isten, hogy Bandi, teleagadtam a nyakadat aranyérmekkel. De tudod, hogy ezt én osztottam. Mindenkinek én osztom az érmeket, mint az Úr ezt mondta volna. És most viszont, te tudod, hogy ezek az érmek nem érnek semmit, de elküldelek azokhoz, akik azt hiszik, hogy ez érték. És elmondod nekik, hogy ki vagyok én, és mit tettem vele. Ez jött össze 1973-ban, amikor gyakorlatilag 20 éves sportolás után abba hagytam a versenyzést. És ebben a helyzetben, ott voltam 73-ban, gyakorlatilag befejeztem a versenyzést, 35 éves voltam már, mit kezdjek? Nyilván bennem volt, hogy a rengeteg tapasztalat, amit összegyűjtöttem az ötvusába, azt a következő nemzetnek nekem át kell adni. És azt gondoltam a kis naiv, hogy mivel erre a feladatra nem volt ellenfelem, hogy ezt kell csinálnom. És valamit visszaadni a sportágnak, a nemzetnek ilyen módon. Tehát felkészült voltam, minden kellék meg volt arra, hogy ezt a szakmai irányító pozíciót betöltsem. És kis naiv voltam. Tudod, nem voltam se pártag, se ügynök. És azért szóba se jöhettem. Utána még sokáig várakoztam arra, hát ha valamelyik sportvető a homlokára üt, és azt mondja, hogy itt van ez a balc, hát alkalmazni kéne. De mai napig nem volt, nem akadt ilyen sportoló, most már elkésnek vele. Tehát én szerettem volna tevékenykedni, de egyszerűen nem jutottam szóhoz. És most már nagyon örülök annak, hogy nem az én tervem sikerült, lemondtam arról, hogy én legyek a szakmai igazgató, egy konkrét napon, 1983. szeptember 13-án otthon ültem. Állás szerint akkor úgynevezett belovagló voltam, ami azt jelenti, belovagló az az, aki lovakat versenyzés és edzésre alkalmassá lovagol. A sportágon belül ez egy takarítói vagy portási állás. De én nagyon szerettem mindig a lovaglást, a sportágot. Kellős közepén voltam, mert minden versenyző oda járt a nemzeti lovardába lovagolni. Mindent láttam és mindent hallottam. Ráadásul azoknak, akik nekem csapattársaim voltak, aztán befejezően a versenyzés ellenségeimé váltak, azokat nagyon bosszantotta, hogy ott vagyok és lehet látni, hogy Palcó ennek a gulának, vagy a sportág, tetején kéne lenni, és ott van ebbe a téplából a trágya között. És én pedig nevettem a markomba, mert ezek nagyon bosszokat. Ki akartak túlni ebből az állásból is, de nem jött össze nekik. Tehát 83-ban otthon ültem, nem csináltam semmit, és emlékszem, hogy előttem a könyvtár, itt sütt a nap, óra délután 83. szeptember 13-a egyszer csak valami érthetetlen dolog, amikor eldőlt én tapasztaltam magamban. És valami
olyan örömmel együtt jött ez a döntés, hogy nekem ezt a belapaklást abba kell hagyni. Azt az igyekezet, azt a várakozást, hogy én a sporták szakmai irányítól, arra le kell mondani, be kell fejezni, de nem én hoztam a döntést. A döntés valahogy belém csapódott, és óriás örömöt okozott. És akkor bementem, másnap reggel mentem a munkahelyemre, belovagolni. A munkakönyvemet elkértem, akkor még volt, jó lenne, ha most is lenne. És a felszerelésemet szétosztottam a több istálok belovagolója között. Vittem meg egy táskába, nagyon finom száros tokaimat vittem, portásnak, igazgatónak, kitöltöttem poharakat is vittem, és mondtam neki, hogy gyerekek, örülök, hogy köztetek voltam, és most örülök, hogy elmegyek. De én nem az volt, hogy valami vonzott volna, vagy valami ipart kezdek, vagy cukrászdát nyitok, semmilyen nem, csak azt tudtam, mi vagyunk sokszor így, hogy csak azt tudjuk, hogy mit tilos. És ha tartjuk magunkat ehhez az egyértelmű belsőtiltáshoz, egyébként kiderül, hogy mi az, amit tenni kell. Így voltam én is. Öröm volt. Abba, de nem valami cél vonzott. És bennem ez az egész helyzet úgy fogalmazódott meg, mintha az Isten azt mondta volna, hogy Bandi, szolgaságod évei kiteltek, és most szabad vagy. Addig is már jártam ilyen filmankétokra, ahol levetítették a Kósa Ferenc által készített küldetésfilmet, jártam, és akkor volt egy rendelet, hogyha valaki szellemi természetű tevékenységből fél évvel keresztül 2500 forintos jövedelmet tud igazolni, akkor személyébe beütik, hogy szellemi szabad foglalkozás. És én amikor eljártam, amit elmondtam, mindenféle közösségre voltam, pártházban is voltam, beszéltem, és itt volt mellettem Leninnek az ábrázata. Tehát mindenhová jelentem. És bementem a tanácsra, hanem önkormányzat. Vittem az igazolásokat honoráriumra, gázolaj költségről, összeszámolták, meg volt a havi. Tehát fél évre 15 ezer forint jövedelem, beütötték a szellemi szabad foglalkozásra. Gyakorlatilag, amikor a státus megszűnt, ilyen már nem létezik. Azóta, és én úgy gondolom, hogy én szellemi szabad foglalkozásra vagyok, mert elmegyek közösségekhez, és beszélek arról, amiről úgy gondolom, hogy jogos és égető szükséget enyhítek, vagy szüntetek, vagy változtatok az emberekben a nehézségek. A fő nehézségnek az Istentől való távollétet tartom. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy ha valóban az ember látja, hogy valakinek baja, hiánya, szükségállapota van, akkor amennyire tudja, azon enyhítsen, vagy szüntesse meg. És én úgy ítélem meg, hogy Magyarország bajának legmélyebb oka az Istentől való nagy távolság. Úgy adtam össze, hogy minden nemzet olyan távol van az Istentől, mint az egyes tagok Istentől való távolságának az összege. Tehát bárki közelebb kerül az Istenhez, az egész nemzetét közelebb emeli. És most ebben a helyzetben, amiben vagyunk, különösen ez a migráns ügy, tulajdonképpen egy időzített bombán ülünk. Mindenki lamentál, megoldás, konferenciák vannak, migránsok sokról, stb. És senki nem tud leírni egy becsületes megoldás, senki az én világon. Mindenki kvartyol meg, megindokolja innen, a legfontosabbat nem mondják ki. A legfontosabb kimondani az kellene legyen, hogy a baj legmélyebb oka a sátán és az embereknek a hozzávaló kötődése. És hogy az én, hogy mondjam, terápiás megoldásom, az, hogy ahogy Dániel
az oroszlánok barlangjából kijött sértetlenül, Sirák, Misák, Abednego, a három héber ifjú, a tüzes kemencéből kijött sértetlenül. Csak ez a lehetőségünk van, hogy az Istenhez fordulunk és bevalljuk. Mi, magyarok, nagyon nagy százalékban azt csináltuk, hogy hátunkat mutattuk neked. Hibát követtünk el, nélküled éltünk, nélküled döntöttünk. Csődbe került az én életem, a családom élete, a nemzet csődbe van. Bocsáss meg nekünk, nekem, nekünk, és könyörülj rajtunk. Más megoldás nincsen. Emberek, elvtársak, hívők, hitetlen, nincs más megoldás. Be kell látni. Ha nincsen meg a belátás, 49-ben, és ott 13-ben, belátás nélkül állatoknak minősít bennünket a zsoltáros. Be kell látni, nem megy. 180 fokot kell fordulni, én fordultam 180 fokot. 1962. július 1-én. Elég a fordulás nélkül nem megy. Benne van a Szentirányban, kiálts hozzám, és én meghallgatom. És nincsen kiáltás. Ma jó Isten, Magyarországon hegyezél föl, már ide kell tegye a fül, a kezét, hogy hallja, hogy van valami nyuffanás, olyan, csend van, nincs kiáltás. Mindenki el van, mint a befült, és nincs, nem akar, jól vannak, nem kiáltanak. És azt mondja, hát akkor várok még, megint majd csavar valamit, és azt mondja, hogy egy idő után csipkörülnek a álmából, felébred az ország. Hány helyen van az, hogy sokan kiáltottak, kiáltsak, hív segítségül a nyomorús oltárok, hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítok téged, és te dicsőítesz engem. Nincsen ilyen, nincsen kiáltás. Ez egy, és nekem az egy dolgom volt, ezt elmondom az embereknek, eszi, nem kapás, nem vigasztal, hogy majd csak megoldani valahogy, meg összefognak, mert a demokrácia keretein belül megoldani, szó sincs róla, a demokrácia, az emberek becsapásának az államformája, Magyarországnak a demokrácia keretein belül nincsen megoldása. Én legalább így látom. És hát az egyes ember teljességre juthat. Nem lehet az, hogy megvárom, míg mit tudom, az Angol utca lakossága, meg még a Bosnyák téren egy nagy missziós banzák közepén, sokan együtt megtérünk. Nem, egyenként lehet, mindenkit otthagyva, mindenkitről, hogy mondjam, bizonyos mértékig lemondva. Még kinek a maga életét kell megmenteni, azért felelős. Magyarországon 10 millió embernek van felelősség amiatt, hogy ott tartunk ebben a lehetetlen állapotban, amelyben vagyunk, a kilátástalanságban. Az egyes ember élete teljességre juthat. És nincs hivatkozás alapú, hogy a Bözsi se tért meg a Júcsa se tért meg. Hát akkor én legyek, csak elkezdek itt ugrálni. Igen, egyen-egyenként kell megfordulni. Na, lényeg az, hogy ez a helyzetem adódott, tehát szellemi szabad foglalkozásom vagyok, mondom, ez már csak ilyen lejárt fogalom, de mindenkinek van rendelt útja, amit az embernek tennie kell, Isten szerint, ha megtalálta ezt a helyzet, ezt az utat, azt a tevékenységet, az Isten minden szükséges kellékkel ellátja, biztosítja. Amit ő akar, hogy csináljuk, helyükre kerülünk, és hasznára vagyunk magunknak, családunknak, közösségnek. Ezt keressétek először az Isten országát és az igazságát. Ha valaki bemegy egy sötét szobába, olvasási szándékkal, bemegy, és a rosszul rend az, hogy elkezd tapogatni az asztal sötétben, szemüveg után érdeklődik. Leesett. Na, mindegy, a könyv, és akkor a könyvet kezdi tapogatni, és amikor a végén rájön, hogy a sorrendet elrontotta, villanykapcsoló először,
Aztán jött a szemüveg, vagy a könyv, bár más sorrendben. A sötétben egy könyvet boldogon felkap, és akkor megvan, megvan, felnyújtja a lámpát, Bibliát keresni, és egy pornókönyv van a kezében. Tehát nagyon először keresni az Isten országát és az igazságát. Ez a sorrend. Nyug közelebb arra, hogy hol találtam még ezt a többlet állapotot, amiről beszélek. Mindannyian vágyódunk egy állapot után, ami talán mutat az alkalmasság állapotának, a megérkedettség állapotának, sőt, a szeretet állapotának. Mert a szeretetet lehet állapot szerint élni. Na, lényeg az, hogy 1972-re már kifelé mentem a versenyzői korból. Idős versenyző nehezebben tudja egyik napról másikra kipihenni magát. És egy idő után csak abba kell hagyni, és errefelé mentem, de az volt, hogy egyéni olimpiai bajnokságot nem nyertem, és 1969-ben, amikor az ötödik egyéni világbajnokságot megint lehetett látni a filmet, egyen többet, mint bárki más a világon. Ezt megnyertem, 69-ben, és akkor ott éreztem magam a sportágnak a tetején, mint egy góla, ott ülök fent, igen, Franco, itt vagyok, igen. És akkor elmúlt egy hónap, elmúlt két hónap, és akkor azt mondtam, amit szerencsétlen hordulom, hogy na és, akkor most mi van? És akkor rájöttem, hogy most az állapotot, amit reméltem, egyetlen árva világbajnokság megnyerésétől, a teljes és maradéktalan boldogságot, az ötödik VB-ben, már két olimpiai aranyérmem is volt, az ötödik világbajnokság után sincsen a birtokon benne az állapot. És akkor hirtelen az a nagy szorgalom, ami bennem volt, egyszerűen elmúlt. Addig engem mindig dicsért, hogy Bandi, neked milyen akaraterőd van, te milyen szorgalmas vagy. Én tapogattam magam, hogy akaraterő, én nekem? Nem tudom, nem akarják megérteni az emberek. Én nem tudtam nem akarni. A megszállott ember így van. Nem tudtam nem akarni. Az akarás olyan természetes volt, hogy ahhoz kellett, hogy akarás, hogy edzés helyett moziba menjek, vagy sörözni menjek. És én nem voltam tehetségesebb, mint a többi versenyző. Például a vívás ellenben voltam oltva. A vívásnak a lényege, hogy túl gondolkozni, becsapni magyar az ellenfelet, úgy csinálni, mintha, és nem úgy, hanem amúgy is ott találok. De jó keresztény, megtanították, aki megy a kővel, dob vissza a kenyérrel. 1957-ben volt egy junior országos bajnokság, amit én már megnyertem, de vívásban nekem kettő győzelemnek kevesebb volt, mint a legrosszabbnak. Az a következő kérdés, utána elkezdtem készrajt bírni, mint a többiek, meg én, és akkor ez a jó neveltségem, ez megszűnt. Lényeg az, hogy ez a nagy szorgalom attól, hogy nem kapom meg a jussomat. A teljes és maradéktalan boldogságot. Hát akkor minek tetszek ilyen sokat? Néztem, kerestem, és rájöttem, hogy itt nincs. Rájöttem arra, hogy a siker nem adja meg azt az állapotot, amely után mindig is vágyódunk, megfogalmazatlan mi voltába. A sikerben nincsen. És akkor rájöttem, mástól kell keresni. És azért a 72-es olimpiára kikerültem még, és az volt bennem, hogy Magyarországon nagyon sokan drukkolnak nekem. Mint hogy mostan a riói olimpián is drukkoltunk a magyaroknak. Nekem is tudtam, hogy sokan drukkolnak, amit a filmben is említettem. Ha nyerek, sok embernek okozom örömöt. Ha veszítek, akkor elszomorodnak és legyintenek. És ezen a München olimpián az volt, mintha azt mondták volna az emberek, amit
én fülemmel nem hallottam, de a lelki vevőkészülők ebben benne volt, mint azt mondanák, hogy, ez a Balcó nyerni meg ezt az olimpiát, azt gyorsan hagyja már abba. És akkor gondoltam, hogy, nagyon nagy a felelősség. A nagy elvárás az embert agyon tudja nyomni. Meg kell felelni az elvárásnak. Tudom, és ez teher. Mert nem lehet az a derűvel, hogy ha, adom a találatot, úgyis jó, ha nem talán, ezt nem lehet, mikor arról van szó, hogy sokat drukkolnak nekem, nagy a feszültség, nagy az elvárás. És ez a, helyzet engem bénított. Ennek ellenére jó sikerült, más volt az ötösakor, mint most. Most, ahol 5 napon keresztül volt, most 1 nap alatt lezárvanják az egészet, örülök, hogy nem most. Most ötösázom, és az első szám jól sikerült, a lovaglás, és a második szám is nagyon jól beindult. Volt 60 induló, tehát 59 asszot magával az ember nem, 59 asszot nem, és az elején nagyon jól ment. 12 győzelme volt, és nem volt vereségem. Aztán 17 győzelme volt, csak 3 vereségem volt, és éreztem, hogy nagyon megy, és azt volt bennem, ha még 2 órán keresztül ilyen jól megy a vívás, utána mehet egy kicsit rosszabbul is, de meg fogom nyerni az olimpiát. És amikor ez megjelent az aranyérem előttem, akkor beállt a bölcs, semmit nem tudtam, mindent be akartam biztosítani, semmit nem kockáztatni, holott az egész életünk olyan, hogy kockáztatni kell. Hát minden kockák fel, a nősülés is kockázat. Az is kockázat, minden. A kockázatot nem lehet kiiktatni az ember életéből. Viszont akkor, amikor az ember úgy érzi, hogy megvan, itt van már két, karnyújtásnyira van, a győzelem az aranyére, itt van ennyire nagy, akkor hirtelen beáll a tetánia, a gölcs. Amikor az ember úgy érzi, hogy például én éreztem, hogy nekem tulajdonképpen, hát járandóság ez az olimpia, ennyit gyertem, mert mindig jöttek a banánhéjak, amit elcsúsztam. Hát igazságtalanság lenne, hogyha ezt nem én nyerném. És ebben a helyzetben, mikor egy karnyújtásnél volt a, marnéktan és teljes boldogság forrása, reménye, akkor mint a gödörbe beálltam volna, 140 centis gipszakabok, krapencsák, lebögtek, és, bölcsön reflexek nem működtek, és nem kockáztatni semmi, félelem attól, hogy megszúrnak, és a derű nem volt sehol, ezzel csak menekültem, és egyre rosszabb volt, vívtam, és láttam, hogy az aranyérem így gurul elfelé, menj el, és egy idő után azt mondtam magamban, hogy, ennyi félelmet, szorongást, ennyi görcsöt, hát az egész így nem ér meg. Hát kitett nekem szemrehányást, mindent megtettem a cél érdekében. És egyébként is, ha valaki engem azért szeret, mert egy olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér semmit. Engem kell szeretni, Bandit, vagy Bandikát. Igen, nem vagyok hajlandó tovább rettegni, magam részéről befejeztem. Magam részéről nem érdekel, ha adom a találatot, úgyis jó, ha nem adom, úgyis jó. Ha szólítanak a pásztor, oda megyek, de az, hogy én tovább rettegjek, befejeztem. Nem imába mondtam ezt, de bennem volt az, hogy Uram, ha nem, hát nem, megértettem. Miért lenne az én járandóságom az aranyérem? Van itt sok tehetséges, fiatal ambíciót, csak ott az olimpián volt belőle hatnak, velem együtt hat van, hogy ezek között, hát miért lenne, aki jogosultam az aranyéremre? Kész, köszönöm, befejeztem magam részre az ügyvallást. Ha szólítanak a pásztra, megyek, de nem érdekel, hogy arról találtad vagy nem. És ebben a pillanatban, nem 10 perc múlva, valami mit, hogy átfordult volna, és valami érthetetlen öröm, és néztem, hogy hát mi van, mi történt? Szólítottak a pásztra, mentem. És emlékszem, az első, ez a nagy forgalom után, az első egy amerikai, nálam magasabb, szőke, jó képű,
erős katona, ilyen hangosan beszélő ember volt, mint a katonák általában. Vele szólítottak, és akkor vívtuk, és a sisakadat, beszéltem neki. Vele mondtam, hogy gyere kész, köszönöm, szép szürke hercsak. Ne menjen, ne hátrálj, mert a hátrás, nem tudod megszólni. Mintha meghallotta volna, nagyon halkan beszéltem. Nem hallottam, tehát, és egyszer csak, mintha meghallottam volna, előre lépett. Ez lett a veszte. Ott találtam, már mondtam neki, az öt, vagy egy ötöst, kész mondtam. Szépen, vagy egy ötöst, erre az Amerikában, gyakorlóan, lehet, hogy előtt jobb esélyt, de most véletlenül én adtam a találtat. És a verseny végén ugyanígy ment tovább, csak adtam a találtat, és nem kaptam a találtat, és aztán végül megnyertem a 72-es olimpiát, amit itt láthatóan volt. De ennek az a, hogy mondjam, az érdekesség, hogy az a lényege, hogy elment a félelem. A félelem megbénít. Állítólag 365-ször van a Szentírásban, hogy ne félj, ne féljek. A félelem alkalmatlanná tesz arra, amit egyébként tudunk. És mindig az az Istenünk, akitől, vagy amitől ezt a bizonyos teljes és maradtalan boldogságot kapjuk. És az volt bennem, hogy igen, megértettem, ez a titka, nem félni. A félelemtől kell menekülni, vagy rossz, furcsa kifejezéssel, a félelem állapotától kell rettegni, az alkalmatlanás állapota. És amikor belekerültem be az állapotba, akkor jöttem rá, hát ezt kerestem egész életemben, gyerekkorom óta, ezt az állapotot, amikor sors független körülményben vagyok, ahogy esik, úgy pufat is lehet, de mindent megteszek, de hogy a kimenetel annak most, előnyös vagy hátrány, nem az én dolgom, magam részéről befejeztem, ez volt vagy, és akkor jöttem rá. Erre mondja, erre az állapotra mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Tudnék, a mennyeknek országa nem a stratoszférában 80 hektár szögetlóttal körülkerítve, ahol Szent Péter áll az ajtóba, valaki beengedi és valaki visszarúg a földre. Nem! A mennyeknek országa a léleknek az az állapota, ami után mindig vágyódunk, addig vágyódunk utána, ameddig meg nem találjuk, ameddig bele nem költünk, ameddig ez az állapot belénk nem jön. Az is gyönyörűen fejezi ki, azt mondja, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ez az, ezt kerestem meg majd. Nem függök semmitől se. Semmi feszültség nincs. Halleluja, és én. És rögtön tudtam, kértem ennyi, mert addig össze volt ugorva a gyomrom, félette a szorongástól. Mondtam rögtön, hogy nincsen valami szendvicsetek, gyerekek. És a lelátó ott volt valaki, és mondta, szevasz Lajoskában, a hónap találkozunk, majd megszabadultság. A gyönyörű énekben így van, lehet, hogy ismerik sokan. Azt mondja, megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtse, az ün ő töltse ki. Minden gondom keserben az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltörni bántam, eltörni bántam. Ez az, ezt kerestem. És én nekem kötelességem mondani, hogy van ilyen állapot, és aki keres, az talál. Aki zöldet ad, megnyitott, meg lesz. De általában nem ott van, ahol keresünk. Az összeadáltan. És ennek a feltétele az, hogy az ember belássa, hogy keresen, és nincsen érdeme a sikerében. A belátás elengedhetetlen. Mi az, hogy belátás?
az nem belátás, hogy azt mondtam, hogy a gimnáziumban én vagyok a legjobb zongorista. Ez nem belátás. Belátás az, hogy tévedtem, ügyetlenebb voltam, kevesebb vagyok, mint gondoltam volna. Az alázat állapotába kerülni, a trón megüresedik. Lényünk mélyén van a trón, és általában mi magunk pöfeszkedünk rajta. És amikor megjön a csalódás, akkor lekotródunk, kételen vagyunk lekotródni a trónról. És amint lekotródunk, abban a pillanatban a trónon elfoglalja az Isten az egyedül őt megillető helyet, és ő abban a pillanatban fizetni kezd. És ő fizető eszköze nem egy Mercedes új. Nem. Nem, mit tudom én, Dalmát tengerparton egy nyarló, közel a vízhez. Nem. Nem Józsi keze, vagy Rózsi keze. Nem. Az az állapot, amelynek keresésére teremtve és rendel vagyunk, és aki keres, ismétlen már, a keres azt talál. Ez ne add fel a reményt, biztos ismerős, mert van megoldás. És én olyan csodákat élek át, amiket hát tulajdonképpen úgy kellene elmondjuk, hogy átkötőket osztok az emberekből, mert különben leesik az átkot az embereknek. Olyan, ahogy a hálas, majd ha túl hosszú vagyok, akkor szólják. Néha ránézek az órára, de nem látom. Tehát 66-ban említettem, elváltunk, 4,5 évvel házasság után. 9 évig voltam nőkkel, egész biztos, hogy soha többet meg nem nősök. Józan ember, marzsakintus, szó sem lehet a házassága. Ki vagyok oktatva, ki vagyok kupálva. És 1975-ben Michel volt hőkvágya, hogy megismert sportársnőmet, tornász látapja, a császár Monikának, Monikának hívják, egy nálam 16 évvel, több mint 16 évvel fiatalabb leány, hát megoldotta a nőtlenségemet. És 1975. szeptember 6-án összeházasodtunk, és e héten, kedden volt a 41. házasság. Majd a feleségemmel járok és tapsolok neki. Lényeg az, hogy az esküvő előtt volt a polgári esküvő a tanácson, és ahhoz kellett valami igazolás, hogy a János kórházba kellett menni, és ott egy nagy teremben két fehérköpenyes hölgy ült, és hosszú, sok kérdést tettek fel. Egyik sarokban egy, a mennyasszonyot fogadták, a másik sarokban engemet. A sokadik kérdés, hogy mitől volt elmebeteg a családban, hogy milyen törésre volt, minden, rengeteg kérdés. És a végén egy ilyen kérdés volt, hogy és hány gyermeket szeretnél? És akkor mondta, ne hagyja a mennyasszonyon meghallja, négyet, ötöt. Négy kötője, ötöt kifelé. És kérdezte a mennyasszonyomat, kérdezték tőled, hogy hány gyereket szeretnék. Azt mondta, igen. És mondta, és mit mondtál? Hogyha mit mondtál? Hát te mit mondtál? Hát én kérdeztem előtte, mit mondtál? A János kórházban lefelé mentünk ott a repülés, akkor 50 méterben kiderült, hogy ötöt mondott, én meg négyet. Szeptember 6-án volt át a házasság az esküvőn, és június 23-án született az első gyermek. Ne kelljen fel egy számolás végre, 9,5 hónap. Az esküvő és az első gyerek megszületése. És aztán következő évben is született egy kislány, Laura. Akkor utána volt a feleségünk egy spontán vetélése, hogy hosszabb szülőtlen, de
1980-81-82-ben még három gyerek hozzájött, tehát 81-82-ben az ötödik gyerek is megszületett, tehát a tervek megvalósultak később, és ahogy a kész, köszönjük Uram, hát ezt szerettük volna, magunk részén befejeztük, és ahogy a háziasszony, amikor a gyúrást nézte, a gyúrát befejezte, és a listát a kezéből leporolja, hogy a kész, elmúlt itt egy bő év, és a mondja a feleségem, most csak a napkár. És attól kezdve mindig született egy gyerek. És így aztán minden jámbolt két golomba és durva megoldást a gyermekáldás ellen, azt nem. A abortuszat nem vetődött fel, mint most nem vetődik fel, hogy nem vágom közétek a mikrofon. Tehát nem vetődött fel azt, hogy abortuszat. Más a fogalmazásgátló tabletek, olyan sok rosszat hallottunk, olyan mellékizékkel járt, hát lehet, hogy most már javult valamit, de nem nagyon. Na mindig. Hát ezt a kettőt nem. Minden jámbor megoldás. Jezsuitáknak volt egy ilyen havonta ismétlődő vendéglátása a Sodrás utcában, és ott mondták, hogy következő alkalommal jön egy házaspár, és előadást fognak tartani a természetes fogamzásgátláson. Mentünk veleségek a papír cenzába, jegyzeteltünk, és mi volt a következménye? Természetesen jöttek a gyerekek. Én azt mondom, hogy egy férj és feleség elegendő, ha nem utálják egymást, annak az a következménye, hogy gyermekek születnek. És az a fogalom, hogy gyermeket vállalni, hát azt nem kell vállalni, az jön, magát jön. Lényeg az, hogy így alakult. Aztán, hogy amikor 60 éves lettem, akkor volt a legfiatalabb, akkor volt két hónapos a legfiatalabb. Tehát most a gyerekek 40 és 18 év között vannak. 6 fiú, 6 lány. Okozata lász, hogy nem csipkedik magukat, de lakáshoz jutni, az nagyon nehéz. Jó állásban vannak gyerekeim, de az, hogy a hat fizetésből lakásra félre tegyenek, az szinte lehetetlen. Mi igyekszünk minden pénzételi szülők, hogy be tudjuk segíteni, de a lakáshoz jutás az nehéz. Régen, amikor ilyen tanácsi lakások voltak, az megoldható volt még, de most ilyen nincsen. Na mindegy, így alakult a helyzet, és nagyon örülök neki, hogy így alakult. Ami a vallásos nevelést illeti, csak azt tudom, mit nem szabad a szülőnek, ha hívő szülő. Nem szabad a szülőnek, nem szabad otthon a gyereknek prédikálni. Tudnék, nézi az óráját, vakarja a fülét. Ha a szülő a tetteivel nem prédikál, akkor a szöveggel már mertemeszes semmi, akkor nincs, ahol nincsen haszna, akkor csak elfelé megy. Ha a személyes példa, a mutatott élet az, mindenképpen nevel, jóra vagy rosszra. Tehát nagy feladat azért az, hogy az ember megfeleljen a tetteiben a gyereknevelés feltételeit. Engem evangélikus kereszteltek, a feleségem katolikus. Én felekedet közé fullajtának tekintem magam. Megyek közösségre, és a rendszerváltás előtt hívő közösségben nem nagyon mentem, mert nagyon sok olyan hívő közösséggel találkoztam, hogy önigazult keresztényekkel, és büszkeség, semmire nem lehet büszkének lenni. A hívő mi volt az, hogy azt hiszem, hogy büszkének lenni. Mert a büszke ember az
rossz társadalmatkodó partner például. És a második mindenkinek nekiugrani, hétérítő szándék a Brabancsák térjébe, Lajos Perba, Mészapoka, nem lehet. Tehát emberek közé kell menni, és meg kell várni a pillanatot, a jó pillanatot, amikor az ember kimutatja azt egy mondatot, amit a Szentlélek ad, ami eltalálja azt az embert. És hát van ilyen barátom, akinek megtért, mi voltunk van, frissen megtért, mondom. Több lépcsőt értem meg, vannak sokan közöttetek is, hogy próbáltam neki mondani valamit, örömét. Na, az is kezdte nézni az óráját, és mindig ásított. És egyébként leálltam a térítéssel, viszont találkozunk azóta is ő, és most már van egy ilyen öreg fiúk találkozója ennek a barátomnak, Borsz Boltásának, és őt kérik már meg, hogy a vacsor előtt imádkozzon, és ő imádkozik. És azt mondta, hát én csak fohászkodom, fohászkodom. De ha a tetteink nem szerintik meg az embert, akkor inkább kevesebbet mondjuk a hitünkről, mint amennyi van. Ha többet mondunk a hitünkről, mint amennyi van, akkor becsapjuk a másik embert. Ha többet mondunk, az olyan, mint mikor valaki meg akar állni egy kocsival a fal előtt egy méterrel, és nem egy fal előtt, hanem a fal után egy méterrel. Nem szabad. Nem szabad. De az sokkal több, nagyon könnyű gyülekezetben a hitünkről többet mutatni, mint amennyi van. Mert az az elvárás, annak kell megfelelni. Nem, inkább kevesebbet. Mert ha az ember többet mutat, akkor az Isten azt mondta, hogy hazudtál. Nem mondj többet a hitedről, mint amennyi van. Adj itt maximum, inkább kevesebbet, mint többet. És ha ezt az ember komolyan veszi, akkor nem lesz olyan feszültség, hogy jaj, bizonyságot kell tenni a gyülekezetbe, és hát most már valami kitalál. Lényeg az, hogy nem lehet hitelben hinni. Hozomra nem megy. Nem lehet, hogy megelőlegezem bizonyságtételbe, aztán majd valahogy kipótolja a jó Isten. És hát ezzel vigyázni kell. Tehát egyik voltam volna, nem tudom, mennyinek beszéltem, egy hosszabb volt a keleténél, de én legközelebb, amikor így jövök, nem tudom, fogok ide jönni. Szeretnék, igen. 78 éves elmúltam. Hát hálát adott Istennek, hogy mehettek. De itt, amit hallottam, lehet imád potyázni. Imád kérni. Arra kérlek benneteket, hogy a... Megmutatom. Van rajta a sincsontom, hogy van egy seb, egy deszka ráesett a sincsontom, és a sincsontom nagyon rossz a vérkeringés. Szinte van az egy bőr, van valami, aztán a csor. És most már tudtam, háromszor vagy négyszer voltam János kórház, mindenféle testnek rá ezt a szem, hogy ha megtennétek, hogy amikor legközelebb együtt voltok, vagy bármikor, imádkoznátok azért, amiért én is imádkozok, hogy hagyja meg a Jóisten lábamat, azért, hogy tudjak menni szoliba. Mert imádnak van ereje. Lehet, hogy egy ember imádkozik nagy erővel, de lehet, hogy sok ember, sok erővel. Köszönöm a figyelmet.